Az elromlott porszívó is a konténerbe kerül a sok elektronikai hulladék mellé, de kartondobozokat és régi bútorokat is elhozhatnak a környéken élők a szombati marcalvárosi kihelyezett hulladékudvarba. Egy év szünet után újra tavaszi nagytakarítás lesz a Kovács Margit iskola udvarán. Az idei évben ismét meg tudjuk tartani Marcavárosban a tavaszi nagytakarítás nevű kezdeményezésünket, ami most már évek óta képviselői összefogás keretében jön létre, ugye Rózsa-Völgyi László és Kovács Tamás képviselőtársammal közösen hirdetjük meg ezt az akciót, és mi is teremtjük elő ennek a szükséges forrásait. Tavaly évben nem tudtuk ezt megtenni az iskola épületének felújítása miatt, viszont most itt szombaton, május 6-án itt lesz a lehetőség arra, hogy a környékben élő lakosság elsősorban, de természetesen a város teljes területéről lehet idehozni mindenféle olyan hulladékot, ami lom, építési törmelék, fa, műanyag és szelektíven szét van válogatva, amit egyébként az év különböző szakaiban a hulladékudvarokban le lehet adni. Borsi Róbert szerint rendkívül népszerűek ezek az alkalmak, hiszen ezáltal közelebb hozzák a környéken élőkhöz ezt a lehetőséget. Az itt lévő panelépületekben rengeteg hulladék keletkezik, sokan tárolják el a lomot a pincékben, folyosókon, ami tűzvédelmi szempontból sem jó. Szombaton reggel 8-tól egészen 16 óráig várnak mindenkit, aki megszabadulna feleslegessé vált kacatjaitól. Mindenki számára nyitott a lehetőség, vagy hulladékdíjszámla felmutatásával, régi győrkártya vagy lakcímkártya bemutatásával lehet igénybe venni ingyenesen ezt a lehetőséget. A Kovács Margit iskola udvarán a Monusilés utca felől lehet megközelíteni a helyszínt. Most szombaton május 6-án reggel 8 órától délután 16 óráig, tehát 4 óráig várjuk az ide érkező hulladékokat, illetve azokat, akik ezeket ide elhozzák. Gyakorlatilag minden szétválogatott hulladékot, lomot, régi kacatot el lehet hozni a hulladékudvarba. Kivételt képeznek ez alól a különböző vegyi anyagok, veszélyes hulladékok. Ezeket semmilyen formában nem veszik át a szakemberek.